Mély tisztelettel hajtok fejet a 25 Jászkun település polgárai előtt. Örömömre szolgál, hogy mélyre ásnak a múltba, mert erőt kívánnak meríteni történelmükből. Hogy a múlt ismerete a jelent elviselhetőbbé és a jövőt biztonságosabbá tegye. És mert meg akarják őrizni büszkén vállalt Jász és Kun mi voltukat. Őseinket a népvándorlás hullámai sodorták a Kárpát-medencébe, hogy az itthonos magyarság körében végleges otthonra leljenek. A Kárpát-medence sohasem volt a nyugalom földje. Együtt örlődtünk. Együtt bizakodtunk ma, a mérhetetlenül nehéz korszakváltás során, hazánk felvirágozásán. Jász és Kun honfitársaink a legtöbbet vesztették, amit egy nép elveszíthet. Az anyanyelvüket. De megőrizték szellemiségüket, védelmezték hagyományaikat, és soha nem apadt el szabadságvágyuk. Ezt példázza az 1745-ös redemció is, amikor mérhetetlen áldozatok árán visszaszerezték régi jogaikat. Ez a magyar társadalom egészének fejlődésére kihatott. Hiszen a redemcióval megnyílt az út a parasztpolgáriasodás előtt, ami életképes és autonóm közösségeket, virágzó mezőgazdaságot teremtett. Eddig az idézet Bellon Tibor a Jászkun önmegváltása című könyvének előszavából, melyet 1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök úr írt hozzá. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Karcagváros önkormányzata nevében nagy szeretettel köszöntöm mindjájukat, akik fontosnak tartották és eljöttek ma ide az emlékharanghoz, emlékezni a redemció emléknapján, annak 277. évfordulóján. 1745. május 6-án Mária Terézia Bécsben aláírta a redemcióról szóló diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő és lelkész választást, a pallós jogot a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. A királynő új pecsét használatát is engedélyezte a Jászkun 3-as kerület számára, sőt a diplomában a 3-as kerület főtelepüléseinek megnevezi Jászberény, Karcagújszállás és Halas mezővárosokat. Itt Karcagon tehát kötelességünk megemlékezni e jeles napról, hiszen tisztelettel és főhajtással tartozunk elődeinknek, a Jászkun városok területek vezetőinek, egyházi méltóságainak, az országos delegáltaknak, a redemptusok leszármazottainak, az egykori és mai hagyományőrzőknek, a Jász és Kun kapitányoknak, hiszen nekik köszönhetjük, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy a számunkra jeles napot 2014-ben az országgyűlés történelmi emléknappá nyilvánította. Tisztelt hölgyeim és uraim! Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe, írja Babits Mihály. A Jászkun kerületeknek saját történelme, múltja van, mely egy nagyon hosszú, rögös út, sok nehézséggel, megpróbáltatással, szenvedéssel. Tőlünk már vették el az önrendelkezés jogát. Volt, hogy a jászok és a kunok életüket és vérüket adták szabadságunkért, jogainkért. Volt, hogy nagy nehézségek árán vissza kellett vásárolnunk önállóságunkat. Gazdag örökség maradt tehát ránk itt élőkre, amelyek még ma is fontosak számunkra. Fontosak, mert egyben üzenetet is hordoznak gyermekeink számára. Hiszen tudjuk, a történelem néha megismétli önmagát. Őseink azonban felismerték, hogy a legnagyobb kincs életünkben a szabadság. A szabadságért vívták csatáikat a harcmezőkön,
s vívták harcaikat, ha kellett, tárgyalóasztal mellett. Küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, megőrizhessük szabadságunkat az eljövendő korok számára is. Kívánom, hogy legyünk méltók az előttünk járt nemzedékek örökségére, s őseink példáján tanulva, az ő lábnyomaikban járva, napjainkban is a legfontosabb legyen számunkra, hogy szabadságunkat meg kell védeni, keresztény hitünket és kultúránkat meg kell őrizni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!